Sziasztok, tisztelettel köszöntök mindenkit. Kezdem már megszokni, hogy amikor egy újabb videót csinálok, akkor azzal kell kezdenem, hogy az előző napi videó egy részét magyarázom. Mivel nincs kedvem 600 oldal kommentekre válaszolgatni, főleg azért, mert hülyeséghegyekről szól egy jelentős része. Én tudom, hogy ezek a videók marra bonyolultak, amiket én csinálok. Tehát itt az atommaghasadásról, sejtbiológiáról, hogy mit tudom, csillagrendszerek kialakulásáról beszélek, és ezek nehezen értelmezhetőek. Na most, ha ez nem megy, akkor két megoldást tudok javasolni. Az egyik a legegyszerűbb, hagyjatok a picsába, nem kell vele foglalkozni, nektek ez sok. Tényleg nyugodtan töröljetek, nagy részét úgyse én jelöltem ismerőseim közül, ugorjatok tovább, pörgessétek el, nem kell ezzel vesződni, ha meghaladják az értelmi képességeiteket. A másik az, ha szeretnéd mégis tudni, miről van szó, akkor kérdezd meg, mit tudom, mondtam ezt, 6 éves kisfiadat, mert biztos meg fogja érteni pillanatok alatt. Nem egy bonyolult dolgok, szerintem egyszerűen fogalmazok. Ha meg a harmadik dologban, hogy még így se érted, akkor szerintem nem nálam van baj. Viszont még ez se probléma, csak akkor nem kéne feltétlenül egy megnyilatkozási kényszernek eleget téve kommentelgetni hülyeségeket, aminek semmi köze nincs a videó témájához. És ez azért gáz, mert az, hogy én röhögök egy jót, ez egy dolog, csak tudjátok, elég sokan nézegetik, és marra sokan szeretnek kommenteket olvasni. És pillanatokat le fog jönni, hogy te mekkora hülye vagy, mert nem érted az egészet. Ha ezek után szükséged van erre, akkor nyugodtan folytassuk tovább. Na, térjünk át a mai témára. Nem tudom, ti mennyire szerettek vásárolni. Most a hétköznapi vásárlásról beszélek, mikor elmész egy szuper vagy hipermarketbe, és megveszed a hétre, napra, hónapra szükséges dolgaidat, tehát nem ilyen karácsonyi, hogy ruházati bevásárlásra gondolok, valamikor napi szinten elmész a boltba, ez a legegyszerűbb kifejezés. Hát én utálok, és nehezen is élem meg, elmondom, hogy nálam ez hogy szokott zajlani. Maradjunk egy szupermarketnél, megérkezek a parkolóba, az első, amit tenni kell, ugye egy ilyen kis bevásárló kocsit kell magadhoz venni, ami már ott problémát okoz, hogy mindenképpen kell lenni nálad egy 100 forintosnak, vagy valamilyen kis tiketnek, amit ott bele tudsz dugni. Ha most van nálad 100-as vagy ilyen tiket, akkor szerencséd van, akkor az első akadályon túljutottál, ha nem, akkor beszoptad rendesen, mert ezt felváltani ott sehol nem lehet. Ha bemész a ügyfélszolgálatra, vagy mondjuk a valamelyik pénztárazat, akkor tárcsoroghatsz egy negyed órát egy kibaszott 100-asért, és inkább hagyod a fenébe az egészet. Tegyük fel, nálad van 100-as, bedugod, elindulsz. Mondjuk nem igazán értem, hogy mi a tökömért nem lehet ezeket a kosarakat ott hagyni. Tehát mire gondolnak, ha mondjuk nincs összekötve ez a sok kosár 100 forintosra, csak mondjuk valamilyen gombbal, akkor te fogod azt a kosarat, odamész, éjjel kettőkor, és eltolod haza a picsába, vagy amikor bevásároltál, akkor azt a 100-ast sajnálva, hogy te nem kapod vissza, vagy hazatolod a kosarat, vagy bedobod a csomagtartóba. Na most, ha nekem annyira kell az a retek kosár, akkor fogom, a 100 forinttal együtt is elviszem. Nem tudom, lehet, hogy rosszul gondolkodod, de így látom. Most ezzel a hülye 100 forintos dugdosással az embertől egy csomó energiát vesznek el, mert ugye a végén 100 forintot nem akarsz otthagyni. Ha arra gondolnak, hogy nem fogom visszatolni, akkor 100 forinttal sem fogom visszatolni, hanem ott jön a picsába középen. Tehát ez csak egy gond. Tegyük fel, betolod ezt a kosarat, aminek a 99%-ban ugye gumikerekes az egész szerkezet, azt tudja, hogy ragad, akad valahol. És mivel ugye műanyag, ez faszán feltöltődik, szépen feltölti magát energiával, ami téged ilyen sétálgatás közben ilyen 3 percenként azért kellemesen odabasz egy ilyen 5000 voltot, hogy azért fel kell így vásárolgatás közben, ne aludjál bele teljesen a dolgokból. Lejük fel, bejutottál bevásárlóközpontba, szar kocsiddal, mész oda, túrót akarsz venni. Ott tolod a túró osztályra, túró osztályon most éppen sajt van. Nézel döbbenten. Hát akkor valószínű, hogy akkor arrébb tették a túrót, sehol nem találod ezt a kibaszott túrót, nem tudom milyen logikának eleget téve, 4 sorral arrébb teszik a túrót. Ez nem lenne baj, ha lenne ott egy olyan eladó, aki nem debil. Ezekben a szupermarketekben, mondom megint, tisztelt a kivételnek, az eladók 80%-a nem feltétlenül saját alapon hülye, hanem nem mondanak ennek ki dolgokat, és semmit nem tud, ha már egyáltalán találsz eladót, mert az is egy művészet. Ha találsz eladót, nekem volt ilyen, mondtam, hogy mit tudom, nem tudom, a túrót, segítene nekem? Nem tud segíteni, mert a műszaki osztályon van. Mondom, hogy kihez forduljak? Hát ő nem tudja. Menjek el az ügyfélszolgálatra. Mondom, ez ugye nem komoly, hogy menjek vissza az ajtóba túrót keresni.
inkább akkor saját túromhoz fog fordulni hamarosan. Na mindegy, tehát tegyük fel, megvan a túró. Megtaláltad, négy sorról arrébb, mész tovább, minden át van rendezve, kurva anyázol, káromkod, stb. Stb. Megmarad, hogy többet ide nem jössz. Eladó ugyanúgy nincs, szenvedsz, nagy nezen azért megvettél mindent. Áram folyamatosan csapkod, ahogy megpakoltad a kis kocsidat, egyre nehezebben lehet tolni, mert ugye a kerék egyre jobban szorul. Természetesen a bevásárlóközpontban télen 28 fok van, nyáron is 28 fok van, tehát tök mindegy, mit csinálsz, folyamatosan izzadsz, rád van rohadva minden. Nagy nehezen eljössz a pénztárhoz. Általában ez is úgy van, van mondjuk 64 darab pénztár, abból 80 nyitva. Tudjátok miért? Mert nincs dolgozó. Hát marha egyszerű, tudomásul kell venni, hogy ma Magyarországon 80 ezer forint nettó ér, nem fog elmenni senki dolgozni. Mi a megoldás? Többet kell fizetni, ilyen egyszerű az egész. Vagy le kell mondani a vásárlók egy részéről, az kurva Isten, hogy én egy darab túróért, kettő tejfölért, meg mit tudom én, egy sűrített lecsóért nem fog sorbálni másfél órát. Tegyük fel, kevesebben vannak a pénztárnál, beállok. Na most, ha valaki elmegy pénztárosnak, nettó 80 ezer forintért, mondom, nem bántva senkit, ott azért meg lehet figyelni, hogy vannak bajok. Mindenhogy. Tehát én nem akarok semmilyen melót leszólni, mert lehet, hogy én is fogok egyszer ilyen helyzetbe kerülni, na de azért nem hiszem, hogy a melók legbonyolultabbika húzogatni ezeket a szarokat, ugye a mindenféle árut egyről a másikra, és ezek a hölgyek, urak itt is képesek mattot kapni, megállnak, nem értik, stb. Stb. Én csak azt nem értem, hogy ezt nekem miért kell elviselnem. Tehát miért én szívom ezt a brét, hogy ott állok, és akkor a pénztáros rám néz, és azt mondja nekem, hogy hát nem olvassa le a kódot. És most mit csináljuk? A legjobb, amikor azt mondja, hogy menjek vissza, és cseréljem ki. Dehogy megyek vissza, nem megyek sehova. Miért cserélném ki? Nem ez a dolgom. Akkor nem kell. Maximum többet nem jövök ide. És ami még nagyon fasz szokott lenni, nem tudom, megfigyeltétek-e, előttetek mondjuk Mari néni vásárol. Mari néni nem azért, mert öreg, hanem nem tudom milyen biztonság tudatból következő módon tárolja a pénztárcáját. Ugye van nála egy kibaszott nagy táska, abban benne van egy kisebb ridikül, a kisebb ridikülben van egy ilyen kis neszeszer, a neszeszerben van a pénztárcája, és a pénztárcának a leghátsó rekeszének a bal kis fiókjában van benne a bankkártyája. Most ezzel nincs baj, ez az ő dolga, persze vigyázz rá. De amikor látom, legalábbis én gondolkodok, javítsatok, hogyha hülye vagyok, ha látom, hogy megy lefele a sor az árumból, és mindjárt odaér az utolsóhoz, akkor ezt a bankkártyát előveszem. Magam miatt is, hogy gyorsan végezzek elő, minél előbb végezzek a pénztárnál, meg a mögöttem lévőket se tartsam fel. Nem, Mari néni nem így csinálja. Mari néni úgy csinálja, hogy mikor megmondják, hogy mit tudom én, 4627 forint a számla, akkor így igen, megnézi, és neki áll nagy táskából kis táska, kis táskából neszeszerből pénztárca, de nem ilyen tempóba. Tehát ezt mit tudom én, perez meg még négyszer. És akkor nézze, megvan a bankkártya, és akkor kijelenti azt, hogy elfelejtette a kódját. Na, ilyenkor szoktam helyből hátaszaltót ugrani, ami erős túlzás, de nem akarom megbántani Mari nénit, hanem elfordulok és ott morgolódok mindent össze-vissza. Ezért nem járok vásárolni.